Magyarország népessége 9.856.000 fő, ez a 2000-es évek elején még 10 millió fölött volt. Országosan jóval nagyobb ütemű a népességfogyás, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nálunk az utóbbi években javult a statisztika. Akár 8 millióra is csökkenhet Magyarország lélekszáma egy hosszú távú népesedési elemzés alapján, amelyet az MTA egyik kutatója készített. A negatív forgatókönyv szerint az ország lakossága mindössze 8, a pozitív változat esetén 9 milliós. Az elemzés szerint több hazai járás népessége akár 50%-kal is csökkenhet. Próbáltunk minél szélesebb körű visszatekintést elvégezni. Országos szinten egészen a 60-as évek tendenciáiból kiindulva néztük meg, hogy most hogyan alakulnak a születési és halálozási számok, a vándorlási adatok tekintetében pedig a 90-es évek elejéig tudtunk visszatekinteni, de nem csak ezekre a múltbeli tendenciákra alapoztuk az előre számítási modelleknek a hipotéziseit, hanem más népességelőre számítási modelleknek a hipotézis rendszerét is megvizsgáltuk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az utóbbi években kedvező változások történtek a lakosság számát tekintve. Emelkedett az élve születések száma, és javulóban van a halálozási statisztika is. A népesség a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 2000-es évek elején 570 ezer körül alakult. Ez jelenleg 562 ezer főre esett vissza, ez a 2015. január 1-i népesség, és ez, ha az előző évhez viszonyítom, akkor 1000 fős többletet jelent. Az ország népessége az 9.856.000, ugye a 2000-es évek elején ez még 10 millió fölött volt. Országosan jóval nagyobb ütemű a fogyás, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ha az egy év alatti fogyást viszonyítjuk országosan, az is több mint 20 ezer főt jelent. Vitál Attila szociológus a vendégünk a stúdióban. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Mennyire megbízhatóak ezek a kutatási eredmények, illetve ezek a bejósolt következmények? Természetesen ezek csak becslések. Ugye ezek matematikai modellek segítségével szimulálják, elsősorban múltbeli adatok továbbvezetésével próbálják megbecsülni, hogy hogyan alakulhat a népesség. Ugye ez a hivatkozott vizsgálat, ez 2050-ig próbálja előrejelezni a lehetséges tendenciákat. Mi az, ami ebben viszonylag stabil, viszonylag jól kiszámítható, és mi az, ami bizonytalanná teszi ennek a kimenetelét? Ugye alapvetően a népesség száma alakulása három fontosabb tényező függvényeként alakul. Egyrészt a születések száma, másrészt a születéskor várható élettartam, tehát így a halálozási mutató, harmadsorban pedig a vándorlás. Na most a születési termékenységi adatsorok azok többé-kevésbé megbízhatóan szimulálhatók hosszú távon, és az egy jó kiinduló pont. A halálozási rát az talán már kevésbé, hiszen mondjuk egy 50 éves időintervallum alatt nagyon sok minden történhet, az egészségügyi szolgáltatások számottevően javulhatnak, vagy éppen romolhatnak, a népesség egészségtudatos magatartása az várhatóan javulni fog, ugyanakkor mondjuk újfajta civilizációs betegségek, vagy újfajta előre nem látható haláloki tényezők befolyásolhatják ezt a rátát, de a legmegbízhatatlanabb, vagy a legkiszámíthatatlanabb tényező az mégiscsak a vándorlás, akár az elvándorlás, akár a bevándorlás, hiszen azt a politikai, társadalmi, gazdasági viszonyok nagyon nagy mértékben alakítják, és ez a fajta dinamika akár még 5 éves időintervallumban is nehezen kiszámítható, nemhogy 50 éves időintervallumban. És itt nem csak belpolitikáról van szó, hanem sőt, nem csak belpolitikáról. Én nyilván meg kell különböztetni az országon belüli vándorlást, és meg kell különböztetni a határon átnyúló vándorlást természetesen. Ráadásul az utóbbi esetben nem is pontosak a statisztikák, hiszen Magyarországon a
külföldön átmenetileg, vagy akár tartósan munkát vállalóknak egy része nem jelenik meg a hivatalos statisztikákban, hiszen állandó lakóhelyen rendelkezik az országban, tehát hogy a statisztikai modellek ezek valamelyest alul is becsülik ezt a fajta mértéket. Minden esetre ez a szimulációnak talán egy kicsit neuralgikusabb pontja. Ettől függetlenül azért a fő tendenciák többé-kevésbé kirajzolódnak. Mi okozhatja azt a különbséget, ami ugye a bejátszásban is elhangzott, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében más az üteme ennek a népességfogyásnak? Így van. Két dolog. Egyrészt hagyományosan az ország keleti, észak-keleti területein mindig magasabb volt a termékenység. Már a két világháború között is, amíg mondjuk Baranya megyében az egyke probléma elnéptelenedéssel együtt járt, a két világháború között például Szatmár vármegyéből telepítettek át Baranya megyébe családok ezreit, addig az a fajta termékenység többlet, ez ugye a szépen lassan elfogyó mértékben, hogy nagyjából megmaradt. Ugye Szatmár vármegye mindig is a haza bölcsője volt, és nagyjából az 1990-es évek elejéig, az országban egyébként utolsóként, a megyében még pozitív volt a termékenység ráta, tehát magyarul több gyermek született, mint amennyien adott évben meghaltak. Ez igazából a 90-es évek után váltott át negatív fordulatra, de még mindig magasabb a termékenységi ráta. Van egy ilyen nyers mutatószám, ez a szülőképes korú nők által világra hozott gyermekeknek a száma. Ugye optimális esetben egy szülőképes korú nő az életciklus alatt durva mutatószám, ha 2,1 gyermeket hoz a világra, akkor folyamatosan és hosszú távon biztosítható a reprodukciója a társadalomnak. Na most ez Magyarországon a 77-ben volt utoljára kettő felett, 1978-tól folyamatosan csökken, és hát ennek a mélypontja egyébként a 2008-2009-2010 közötti nagyon mély recessziós időszak volt, ahol Magyarországon lecsúszott országosan 1,1-re, most jelen pillanatban körülbelül 1,3-1,4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig 1,7, tehát alapvetően itt kedvezőbbek a termékenységi mutatók. Természetesen ez a viszonylag nagyobb, relatíve magasabb születési szám, ez persze bizonyos dolgokat nem tud ellensúlyozni. Egyrészt nem tudja ellensúlyozni azt, hogy a megyében élő népesség egészségi mutatói kedvezőtlenebbek. Ez nyilván összefüggésben van azzal, hogy itt a szociális tényezők is, a jövedelmi viszonyok, az iskolázottság is kedvezőtlenebb az országos átlaghoz képest. Ugyanakkor hát hozzá kell tenni azt, most egy 50 éves szimulációt, vagy 50 éves időtávról beszélünk, hogy azért a lakosság iskolázottságának növekedésével az egészségtudatos magatartás az valószínűleg előtérbe kerül, ami a szimuláció is azt mutatja, hogy így például a születéskor várható élettartamban az a durván 7 éves különbség, ami a nők és a férfiak között fennáll, természetesen a nők javára, az ki fog egyenlítődni, körülbelül 3-4 év különbség lesz már a 2050 után, ez a megyében is körülbelül hasonló képet fog mutatni. Tehát azt lehet látni, hogy egyik oldalról a alacsony, de az országos viszonylathoz képest magasabb termékenység mellett, javuló halálozási ráta mellett a népességfogyás üteme, dinamikája az alacsonyabb lesz, mint az országos átlag. Gondoljunk csak bele, Magyarországon durván 30 év kellett ahhoz, hogy kb. 700 ezerre csökkenjen a népesség, míg a következő 30 évben várhatóan 1,5 millióval fog csökkenni a magyar népesség. Egyetlen kérdésre sincs már idő, de azt még azért megkérdezném, hogy
meg kell ijednünk ettől a tendenciától, ettől a belül bejósolt adattól? Egy szóval válaszoljon. Talán a területi különbségek azok, amelyek aggályosak, hiszen például a megyében két járás területére, a Csengeri és a Záhonyi járás területére mutatott ki a szimuláció nagyon erőteljes népesség csökkentést, ez társadalompolitikai eszközökkel természetesen befolyásolható. Vitál Attila, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.